Sziasztok! Elvileg elindultunk az élő videóval. Bocsánat azért az alul nézetért, de így tudom megoldani, hogy jó legyen, ugyanis már egy rendhagyó lesz, legalábbis nekem abból a szempontból, hogy teljesen egyedül vagyok itthon a saját lakásomban, úgyhogy nincs segítség. Megnézem, hogy először is sikerült-e elindulni, de egyelőre nem látom magam sehol. Remélem, jó helyen indítottam. Szuper, valamit már látok. Oké. Jelezzetek, hogyha megvagyok. Ja, látom már hatan. Ó, nagyon szuper. Akkor várunk még egy kicsit. Közben két helyen próbálom követni ezzel. Hát, ha valahol meglátom a hozzászólást, ugyanis a telefont azt nem fogom látni. De valamelyik helyen majd csak látok hozzászólásokat. Ugyanis az a tapasztalatom, hogy amióta megújult a Facebook, és ez az új felület van, azóta kevésbé látom a hozzászólásokat. Ami annyira nem jó, de ez van. Megpróbáljuk követni. Ó, már 28-an vagyunk. Hovásné Balog Eszter hozzászólását látom. Szia, Eszter! Reméljük, hogy jó lesz. Itt megpróbálok még egy kicsit a hozzászólásokon állítani. Menj innen. Jó, valamit látok. Oké. Csak azért, hogy ellenőrizzem a hozzászólásokat, gyorsan megnézem. Györgyit látom, de ér. Györgyi, Dunai Ferencné, Marika, Kis Ildikó. Sziasztok! Molnár Noémi, hello, drága! Szia! Szóval nem engem fogtok majd látni nyilván, hanem az asztalomat. Úgyhogy ezt meg is próbálom gyorsan beállítani, jó? És ti meg szóljatok, hogyha bármi gond lenne, mert hogy mi tanyára költöztünk, és hát itt a, nem tudom, hogy a netsebesség milyen lesz, de vettem egy jelerősítőt, úgyhogy elvileg le van tesztelve, és hiper-szuper high-tech. Akkor most megfordítom a kamerát, meg fogjátok látni a puskámat. És elmozdítjuk ezt a szuper cuccot. Oké. Egyenesbe megpróbálom hozni, és akkor egy kicsit azt mondták nekem a lányok, hogy közelítsek rá az asztalomra. Most lesz az a kérdésem, bocsánat, még próbálkozom, hogy láttok-e, hallotok-e, jól láttok-e? Jól hallottok-e? És akkor leülök. Nézzük. Teljesen új nekem ez az egyedül élőzés. Ezt biztos tudjátok, eddig volt segítségem. Most ez abszolút teljesen egyedül vagyok. Ah, szuper jó! Köszi, Márti! Köszönöm szépen! Na hát, sziasztok! Szerintem lassan belevágunk akkor, mert nem ígérem teljesen, hogy az egy óra hosszába bele fogunk férni, de majd nagyon fogok igyekezni. Szóval ma ezt az album borítót fogjuk elkészíteni, mivel ezt már megcsináltam, majd a hátoldalát. Megpróbálom kicsit közelebb tartani hozzátok. De közben a fény legyen. Igen. Szia, Timi! Kele, Timi! Oké. Szóval ezt fogjuk elkészíteni. Mindenféle az elemeket különféle módon dekorálva, inkább így mondom ezt. Köszi, Marika, megnyugtató, hogy minden oké. Okay. Jó, köszi, Judit. Szia, Gabi, úristen. Na, fogjunk bele, mert addig köszöngetek, hogy csak. Na, oké, okay. Ha bármi gond lenne, akkor szóljatok, és megállunk. Szóval, azt hiszem, Csikós Andi említette már egyszer a videójában, nekem nagyon nagy szerelmem a dekorgum. Azért, mert nagyon sokféleképpen lehet használni, de mondok nektek alternatívát is, hogyha nincs otthon dekorgumitok, akkor valami vastagabb karton is ugyanolyan tökéletes erre. Az a lényeg, én azt szeretem, hogyha van az albumnak vastagság, azt is nem fogom megmutatni, azért dekorgumi, hát igen, a lámpa. Szóval a dekorgumi, majd így fordítok rajta, azért kiemelkedik, látjátok itt rendesen a felületből, szóval
Én azt ajánlom, hogy vagy valami vastagabb karton, vagy az én nagy szerelmem a dekorgumi. Most, hogy könnyebb legyen a dolgunk, és ne kelljen ezzel szórakozni, én a dekorgumi már bejelöltem a felosztást, tehát ugyanazt rajzoltam föl a dekorgumira, én fölállok, ugyanazt rajzoltam föl a dekorgumira, mint ami az albumon már rajta van, és akkor majd a hátuljára ragasztom. Amit még elmondanék, és fontosnak tartanék elmondani, ezt nem készítettem ki, de mert most azért jól megmutatom. Alapozva van már a felület, nem érem el, de bonding primerrel alapoztam, jó? Ezzel a hitképző, Pentártnak a hitképző alapozójával. Én azzal már lekentem a hátulját, hogy ezzel se töltsük el az időt. De az első lépés az lesz, hogy ezt a rozsda és rozsda hatású festékszettet fogom használni, jó? Szóval ez a festékszett, és nem a valódi rozsda. Ebből is a földbarnát legelőször, nem is teszem vissza minek, és a földbarnával fogjuk alapozás után lefesteni a borítónknak a hátulját. Ehhez mindent készítettem, csak ecsetet nem, de ez nem gond. Oké, szóval első körben. Azért a földbarnát használjuk, mert biztosan látjátok, most meg tudom fordítani, másik oldalon, majd a széleket ugye antikolni fogjuk, és ehhez is ezt a festéket használjuk, és akkor így fog klasszul pászolni a kettő. A bonding primeren sokszor első rétegben nem fed úgy a festék, az akril festék, mint ha mondjuk egy netszívó karton lapra kenné rá az ember. Cserébe viszont nagyon-nagyon jól fog tapadni, úgyhogy érdemes mindenképpen letesztelni. Én alapozás párti vagyok, de bevallom nektek őszintén, hogy első körben nem alapoztam le ezt az albumot, és bizony-bizony, ezek ugye úgy vannak elkészítve, hogy hiába látod egy ilyen kraft karton, úgy van lelaminálva, és attól már ilyen műanyagos lesz a felülete, és bizony-bizony fölkapja a festéket. Úgyhogy érdemes, én azt gondolom, az alapozásra időt szentelni. Jó? Egyébként ez egy tök sima kraft kis albumka. Ez meg is fog száradni majd, mi elszuttyolunk a többi részével. Csak azért nem festettem le, mert meg akartam nektek mutatni. Most a gerincét ezt lehet, hogy hagyom. Jó, nekünk tökéletesen elég. Tehát az sem baj, hogyha nem fedez így ilyen világi tökéletesen. Szóismétlések királylánya leszek ma. Nem számít. Oké, szóval lefestettük a noteszkát földbarnára. Ecset meg a vízbe. Jó, és ez félre is. Egy jó darabig nem lesz szükségünk. Hova ide? Oké. Közben szétnézek, kik érkeztek meg menet közben. Évi, Andi, szia Marian! Jól van, akkor úgy tűnik, hogy minden rendben van, láttok és hallotok. Én meg úgy tűnik, nem merem elkiabálni, hogy látom a hozzászólásokat is. Ez volt nagy reményem, hogy a hozzászólásokat is fogom látni, és úgy tűnik, hogy meg vagyunk. De ha véletlen valakit kihagyok, és kimarad valami hozzászólás, akkor majd szóltok, jó? És vagy nem is kell szólni, mert utána vissza fogom olvasni, és fogok rá válaszolni. De most például látom Márti hozzászólását frissített, úgyhogy nem szólok egy szót se, hát ha megtartja ezt a jó szokását. Oké. Tehát dekorgumiból szükségünk van a kis négyzeteinkre, amit én már erre előre berajzoltam. Az is fontos, hogy ugye ez a gumi, ezt csak visszahozom ezt a naplócskát, pici elhagyással van kivágva, tehát nem pontosan akkora, de meg is mutatom nektek. Így, betrükközzük. Remélhetőleg így látszik. Tehát nem pontosan akkora, hanem egy icipicikét kisebb, mint maga a notesz, vagy ez az albumka. Én szeretem, hogyha van elhagyva a szélétől egy kis hely, és nem rögtön ott kezdődik, de hát nyilván ez mindenkinek az egyéni ízlésére van bízva. Most azt fogom megmutatni, hogy én hogy csináltam. Szóval ez ki van vágva dekorgumiból. A dekorguminál nagyon vigyázzatok, nagyon sokszor előfordul nálam, hogy nem egyenes.
és hogy egyetlen derékszög sincs benne. Én ezért szeretem ezt a vágóalátétet, ezzel nagyon könnyen derékszögre, és akkor egy sarkot, hogyha derékszögre vágsz, akkor utána már könnyen tudsz belőle vágni, de egyébként itt ennél akkor sincsen semmi gond, hogyha nem sikerül ezt tökéletesen, mert hogy ezt most föl kell vágnunk. A vágásnál csak annyi a lényeges, én ezt a vágókést fogom hozzá használni. Annyira fura, mindig a telefonba akarok beszélni, miközben rajta van a mikrofon, na mindegy. Szóval ezzel fogom felvágni, és itt még annyi a trükk, hogy ugye nekünk az kell, hogy a kis négyzetek között legyen egy kis hely, egy kis hézag. Szóval ezt a hézagot nekünk majd ezekből a kockákból ki kell, tudom, hogy is képzelem el. Tehát először levágom mondjuk a vonal mentén. Nyilván ezeket a kockákat úgy rajzoljátok fel, ahogy akarjátok, hogyha ha szeretnétek, akkor fel fogom tenni. Szia szépe, Éva! Ha, látlak! Szóval, ha szeretnétek, akkor fel fogom tenni majd így lerajzolva a sablont, hogyha ez segítség még bárki. De igazából megmondom, főleg az első, hogy fogtam a vonalatot, letettem, és ahogy esett, úgy vágtam fel, vagy rajzoltam föl az osztásokat. Szóval, megvágtuk ezt, de most ez tök jó, de ugye, hogyha ezt föltenném így a borítóra, hogy ugye van közte egy kis hézag, akkor ezzel már növeltem az eredeti méretét, mondjuk, nem tudom, 2 millivel, meg majd, ha itt is elvágom, akkor az még 2 milli lesz pluszba, szóval az úgy nem jó nekünk. Hanem én rögtön azt csináltam, hogy fogtam, és ennek az oldal, ennek az elemnek ből levágtam azt a hézagot, ami nekünk kell. Az még szerintem fontos a dekorguminál, hogy nagyon könnyen keletkezik neki ilyen kis csücsök, amikor szikével vágjuk. Úgyhogy én fémvonalzó mellett vágom, hogy a vonalzót ne farigcsálja, mert ugye a műanyag vonalzónál az nem jó, erről a scrapbook súlyban már volt szó. De ha jó alaposan leszorítod, főleg az elején, meg a végén, akkor teljesen simán le tudod vágni a dekorguminak ezt a kis amiből a hézag lesz, vagy aminek a helyén a hézag lesz. És akkor már most tulajdonképpen úgy néz ki az egész, hogy így ott megvan a saját hézagunk. Na most én nem fogom húzni azzal az időt, hogy ezeket fölvágjam, de amit még meg akarok nektek mutatni, hogy nálam mindig megelőzi egy tervezés ezt a fajta albumkészítést, mégpedig azért, mert nem lehet... Szeretném tudni előre, hogy milyen színeket használok, és remélem, elmondom, hogy ennél az albumnál a következő színeket használtam a titánfehér akrilfestéket. Egyszer használtam a mandarin, ugye? Igen, mandarin színű akrilfestéket, aztán türkiszkék és limetta, jó? Tehát ezeket az festékeket használtam, plusz a rozsda effekt festékszetnek ugye az elemeit, de most nekünk a kis celláinkhoz, nevezzük így, ezek a festékek kellenek, és úgy szoktam csinálni legtöbbször, hogy lerajzolom, amikor már megvan, vagy kiteszem egymás mellé, ugye beszámozom, de az elemek be vannak számozva, így, és akkor leírom, hogy a titánfehér azért kell, mert dekupázsolni fogunk rá rizspapírt. És a titánfehér lesz akkor a 2-es cella, beszámozom szépen sorba, ez a 2-es cella nekem, aztán a 8-as cella, a 10-es és a 17-es. És akkor így klasszul meg lehet határozni. Aztán leszoktam írni, hogy akkor a limetta ez, meg ez, meg ez, meg ez. Ugyanis még egy nagyon fontos dolog van ezzel kapcsolatban, hogy ahogy tollal árva Anita azt írja, hogy szuper lenne a sablont feltenni, természetesen felteszem. Szóval a tollal, ahogy ráírtam a számokat, az viszont simán képes átütni akár 2 réteg akrilfestéken is. Szóval nem érdemes ezzel játszani, hanem azt szoktam csinálni, amikor ki van vágva, akkor fogom az egészet és megfordítom, és azt a felét festem. És akkor bármikor tudom ellenőrizni a hátulján, hogy melyik számhoz, melyik színű festék tartozik,
de ha csak úgy nekiesek, akkor előfordulhat, hogy egymás mellett több cella lesz egyforma színű, és akkor ott már utána egy kicsit az is megoldható, persze, meg át lehet festeni, de akkor már többet kell trükközni szerintem, úgyhogy én tervet készítek. Na, akkor fogjunk is még ebbe bele. Még itt azt akartam megmutatni, ami az előkészítéshez tartozik. Kiválasztottam három cellát, amit majd teljes mértékben, ez nem mindegy, de mindegy rozsdásítva lesznek. Ezt is megmutatom nektek ezen. Ez ugye, ez van teljes mértékben rozsdásítva, ez és ez a három. És erre a háromra stencilezni is fogok. És ez lesz a negyedik, jó, de ezt viszont mással színezzük. Most azért, hogy ne térjen el ez így ennyire, én egy stencilt fogok használni, de igazából akár az összes lehet más. Mit javaslok stencilezésre? Abszolút kedvencemet, a Heavy Bodygért, nem is vágom ezt szét jobban, mert fölösleges, úgyis előkészültem. Heavy Bodygért fog használni, amit nem készítettem ki, úgyhogy előveszek. A fényes Heavy Bodygért használom, de igazság szerint erre is kínálok nektek alternatívát, ugyanis jelen pillanatban vagy szempontból teljesen mindegy. Lehetne akár vaspaszta, lehetne stencilező paszta, lehetne struktúrpaszta, nem tudom felsorolni az összes pasztát, lehetne a matte Heavy Bodygé, lehetne lehetne gesszóval, bármivel. Azért szeretem a Heavy Bodygét, mert szép magas marad. És megkeresem a stencilem. Nagyon jó, megvan. Ezt a stencilt használtam. Ez egy nagyon szuper kis FF Deco stencil. Imádom. Imádom a minőségét. Nem tudom nektek leírni, hogy mennyire szeretem. Vastag, nagyon jól takarítható. Fú, imádom. Jó. Ne ragozzuk túl. De tényleg nagyon szuper. Oké. Kell hozzá egy festőt is nekünk még. És hát stencilezni szerintem itt benneteket már nem kell megtanítani. Fogom a kiválasztott cellát. Most tételezzük fel, hogy ez szét van vágva, jó? Tehát ez szét van vágva, én most ezzel nem fogok foglalkozni. És akkor szépen felkenem a stencilt. Van látás, és ott van a mintám. Ami még nagyon fontos, szerintem, hogy a stencil. És mivel én igyekszem nagyon vigyázni a stencíljeimre, engem nem írjatok ki most ezért, de én ezt most bizony meg fogom mosni. Készítettem már ide hozzá cuccot. Kicsit nehéz a dolog, de... Ugyanis, ha hagyjátok, a stencilnek a gyilkosa szerintem, az pedig az, hogyha hagyjuk, hogy az alapanyagok beleszáradjanak, és bizony én ezt így szoktam csinálni, csak amikor nem élőzök, akkor fogom a két kis lábam, és elmegyek a fürdőszobáig, de itt most ez nem lehetséges. Vagy hát kicsit uncsi lenne, nem? Hogyha így elmennék a fürdőszobáig. Jó, tehát tadám, meg vannak a darabjaink, szét vannak vágva, meg vannak közötte a hézagok, heavy body géllel fel vannak stencilezve a minták, és reményeim szerint meg is vannak fordítgatva, tehát ezen a számok már nem látszanak. Közben nézem a hozzászólást. Zsuzsit látom utoljára, Jakab Zsuzsit, szia Zsuzsi! Szóval szét van vágva, a hézagok, ahogy mutattam, ki vannak vágva közötte. Ugye nem csak ezeket a hézagokat kell kivágni, hanem ezeket is. Ez elvileg ezen mind megvan. Ami még kell nekünk, az, ezt is az albumon mutatom, közben ez itt száradgat. Azok ezek a kis elemek, meg én még csináltam szegecseket is, erre nincsen fölragasztva, ugyanis ehhez lehetne még akár ide középre egy címet is tenni, és akkor fel lehet szegeccsel a négy, ilyen rozsdás szegeccsel a négy. Ezt is megmutatom mindjárt, hogy hogyan. A szegecset úgy szoktam készíteni, hogy van itt nekem egy dekorgumi csíkom. Már mondtam nektek, szintén Scrapbook suliban volt szó róla, hogy miért imádom ezeket a vágó alátéteket. Egyrészt ugye megkímélik az asztalt,
De a másik hatalmas nagy funkció, hogy nem kell hozzávonni az, hogy most egy centis csíkot szeretnék vágni ebből a dekorgumiból, de ehhez nem kell nekem kimérni az egy centit, ugyanis ez centis beosztás, vagy fél centis beosztású ez a kis alátét. Aztán meg, ha nem egyforma, hát pont így akartam. Jó, mert ott a vége nem abszolút nem derékszög, nem számít. Nagyon jó, meg vagyunk. Aztán fogok egy ceruzát, elhelyezem a vonalzót, volt, most a centis része kell nekem középre, és azt szeretném azért, hogyha a lukak között egyforma távolság lenne, ezért azt szoktam csinálni, hogy így a ceruzával megjelölöm a közepüket. Jó, nem megyek végig, mert ezt is, ezzel is készültem előre. És aztán van nekem egy ilyen csodi-tuti irodai lyukasztom. Erről le szoktam menni az alját. Jó, és akkor ugye itt lehető legközelebb tartani úgy a kamerához, hogy még... Hát, ugyanis, hogyha ide beteszem, akkor pontosan látom, hogy hol van a kis pöttyim, annak kell ugye itt a luknak a közepére kerülni, és akkor, hogyha kilukasztom, akkor egyrészt megvan a szegecsen, másrészt meg a lukak, amiket lukasztok, azok egyforma távolságra lesznek. Persze, menjél el. Mindjárt megmutatom. Szóval így egyforma távolságra lesznek a... Le is csücsülök. Ezen a kis akárminken. Szia, Timi! Hello! De jó, hogy itt vagy te is! Na, tök tuti összegyűltünk. Oké, szóval itt megvannak nekünk a szegecseink, megvan a, nem tudom, minek nevezzük ezt a kis, legyen ez ilyen kis rozsdás elemünk. Ezt most elrakom az útba. És azokat két oldalas ragasztó, meg maszkoló szalag segítségével ragasztom fel egy sima kartonlapra. Azt javaslom, hogy ezt úgy csináljátok, hogy nem a... Már is... Tehát nem rögtön a két oldalas ragasztóra ragasztjátok rá ezeket a szegecseket, mert arról nagyon nehezen jön le, nem szeretem, hanem úgy szoktam csinálni, hogy fogom ezt felteszem. Aztán, morog a gyomrom, aztán ezt lehúzom, és erre ragasztom, fele van felfele a maszkoló szalagot, és ez úgy, mert ez ugye ragasztani ragaszt, de közel sem olyan erősen, borul minden, közel sem olyan erősen, mint amilyen erősen a kétoldalas ragasztó ragasztana. Jó, ezt most nem hagyom itt a szélén, mert ebbe akkor bele fogok akadni. Így, és ezekre föl vannak téve a szegecsek. Ugyanezt a módszert fogom a kis elemkéinknél is. Úristen, ettem, esküszöm. Iszok egy pohárral, bocsánat. Remélem a mikrofonban minden belehaladszódik. Szia, Szűz Gabi! Na, tök jó kis micsoda banda van itt, komolyan. Igen. Ehhez pedig egy ilyen habosított műanyaglapot szoktam használni. A hátulján már látszik, hogy agyon van festve. Ezt azért szeretem, mert rosszul fel lehet ráragasztani ezeket az elemeket, szépen sorba, anélkül, hogy a számozással elcsúsznánk. Ehhez is a maszkolószalagot fogom használni. Igen. Plusz ezeket a kis darabkákat így ugye azért elég nehéz lenne festeni. Márpedig mi festeni szeretnénk, mert hogy abban a pillanatban, hogy én előveszem a hajszálítót, és ezt meg akarom szállítani, elfújom. Úgyhogy azt szoktam csinálni, hogy csinálok egy ilyen kis gurigát a maszkolószalagból, ráteszem a hátuljára, és ezzel teszem le. És innentől kezdve ez innen nem mozdul el, hogyha majd bekapcsolom a hajszárítót, mert fogok hajszárítozni, akkor is jó lesz. Hol
kreatív üzletekben keressétek, mert a Pentának is van. Tehát kellene, hogy legyen. Nagyon akadozik. Hát mindjárt ránézek itt a wifi-re, de elvileg ez azt mutatja nekem, hogy lányok, hát remélem, hogy nem lesz ilyen végig, vagy ez most csak egy ilyen átmeneti állapot. Azt nem ennél többet tenni ezért. Szóval ezeket most akkor fölragazgatom. Ez egy kicsit uncsi művelet. Van-e addig esetleg kérdés, óhaj, sóhaj, vagy bármi? Azon kívül, hogy akadozik. Reméljük, ez meggyógyul gyorsan. Ki is lövöm a táblagépet, mert ez nem kell, mert látlak benneteket a másiképpen. Így. És most jön a puska, hogy ez hogy állt. Annyira dumálok, hogy közben erre nem figyelek. Ó. Remélem jó lesz. A vétel, és megszűnik ez az akadozásos di. Az az igazság, hogy mondom, kicsit tartottam ettől, hogy majd ha kiköltözünk ide vidékre, nagyon vidékre, akkor milyen lesz, de eddig nem volt gond, és teszteltük, úgyhogy remélem, hogy megjavul, vagy hogy mondjam, ha visszanézés során nem fog esetleg akadozni, ha valami, de ha valamit elmondtam, és nem értettétek, akkor nyugodtan kérdezzetek rá, és akkor elmondom még egyszer. Tehát ez ne legyen probléma. Sajnos az akadozás van azon az egyetlen, amit nem tudok segíteni. Tehát ez rajtam kívülálló. Eskütni, Lili, szuper ötlet, köszi. Hát nagyon szívesen, tökre örülök, hogy tetszik. Na, nincs kérdés. Komolyan, minden szuper. Azon kívül, hogy akadozik. Nálam most egész jó. Itt, a gépen. Oké, miről beszéljek nektek addig, míg ezt fölragazgatom, ezt nem gondoltam át, hogy ez így. Így lesz. Szóval. Akadozás ellenére érthető, amit mondasz, hát ó, ez megnyugtató egy kicsit. Nagyon, mert már megbevallom nektek töredelmesen, hogy készítettem ide, megmutatom. Egy poár bort. Hogyha valami gond lenne, akkor legyen egy kis feszültségoldó, amit gyorsan le tudok nyelni. Most, hogy kikapcsoltál valamit, nagyon jó. Lehet, hogy túl sokan lógtunk már a wifi hálózaton. De jó, nagyon szuper. Na, Ibolya, hát én ezekhez nem értek, ezek a dolgokhoz, tudod, hogy azért biztosítottam be magam a táblagéppel, mert attól féltem, hogy nem fogom látni a hozzásolásokat, de tök jó, hogy látom, így már engem nem érdekel akkor ez a táblagép. Köszi, Magdolna, nagyon cuki vagy. Tényleg. Zeni, most már egyébként jó, vagy jobb feloldottam egy kicsit, mint amikor a leges-legelső élőt csináltam a Pentának. Hát azért ez nem ugyanaz élőben, face-to-face mondani el az embereknek, vagy oktatni, vagy csinálni, tanácsot adni, mint élőzni, és az meg, hogy tudjátok, ez ilyen Murphy, hogy ha eddig volt valami gondom, akkor szóltam a Juditnak, és akkor nem készítettem ki, nem tudom, nem volt gond vele. És tegnap, amikor szárítottam valamit itt, a hőlégfúvóm az durrant egy hatalmasat, és azt úgy döntött, hogy ő erre az életre befejezte a munkát.
És hát ez az élőbe történik, akkor hogy? Majd fölállok és kimegyek a hajszárítóért. Úgyhogy ezért van ide készítve a bor, hogyha valami stresszes dolog történik, akkor ezt itt gyorsan benyomom, és nincsen semmi gond. Oké, felragasztottam. Menjünk szépen tovább. Szóval, most már látszik, azt hiszem, de egy filccel, ha megtalálom, de a lányom kölcsön kérte a múltkor, úgyhogy nem biztos. Szóval egy alkoholos filccel azért szeretem ezt a táblát, mert felvenni, hogyha az segítség. Szia, Kunos Ildi! Fel lehet ráírni a számokat, jó? Hogy próbáltam egyébként úgy ragasztani föl egymás mellé, hogy jó legyen. Fel lehet írni így a számokat. Egyébként meg az is segítség, ez már most egész jó megszállat, hogyha ezt ide teszem. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, ez lesz a 6-os, igen. Ez a 7-es, 8-as mondom. Ez volt nálam a 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os és 17-es. Nagyjából. Aztán, ha nem így lesz, akkor azt pont így akartam. Argita azt mondja, hogy ne izgulj, ügyes vagy te, meg annyira kedves. Nagyon köszönöm. Jó, szuper. Akkor legelőször én a titánfehér festéket fogom felkenni a dekorgumira, mert dekupázsolni fogjuk. Kell nekünk a 2-es, amit fogunk dekupázsolni, a 8-as, a 10-es, és az utolsó, ha jól emlékszem, a 17-es, így van, közben puskázok. Ehhez pedig szivacsecsetet fogok használni, mert nagyon szeretem. És mereszt kell, ennyi. Jó, tehát 2-es. Mondom, itt igazából nagy gond nincsen, ha félre megy, akkor átfestem, vagy újra tervezem. Tehát abszolút nincsen semmi gond, csak azt gondolom, hogy ez így egyszerű. Jó, és ezzel szoktam a szivacsecsetre felütögetni. Nagyon jó a dekorgumi. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy ilyen műanyagos a cucc, nagyon szépen lehet festeni, és ezzel az ütögetős módszer szerintem tök jól megtapad rajta a festék, szóval ennél nem szoktam alapozni. Teljesen mindegy, milyen színű a dekorgumi, mivel a szélét úgyis körbe fogjuk rozsdásítani. Úgyhogy teljesen mindegy, milyen színű a dekorgumi. Nekem most ez a fekete akadt a kezembe első körbe. Két soron szoktam festeni, mert úgy van szép fedése, meg egyáltalán így szoktam meg, és kész. Jó, tehát ellenőrizzük. 4 darab titánfehérnek kell lenni, ez meg is van. Megszárítom, csak azért, hogy még most, mielőtt vízbe teszem a szivacsecsetet, át tudjak menni rajta, úgyhogy egy kicsit zöldet kérek érte. Hagyom addig a szivacsecsetet. Egyébként ezt is mindig szoktam mondani, hogy azonnal tegyük vízbe, de ez most egy kivételes alkalom. A limetta lesz a következő. Ezt a színt is nagyon szeretem. De egyébként használhatnátok a dekor krétafesték, azt hiszem ez lett az új neve, régen dekor paint soft volt, igen. Azt is egészen nyugodtan használhatnátok. De most én talán ez sűrűbben fordul elő otthon, vagy nem tudom. Ez lesz az 1-es. Jó, ez volt az egyik stencilezett kis négyzetünk. Hopp, az egeremet nem akarom befesteni. Aztán limetta a 9-es.
Limetta a 14-es. Szóval látjátok, hogy ezzel a maszkoló szalaggal sokkal egyszerűbb, lényegesen egyszerűbb festeni is, megszárítani is ezeket az apró elemeket. Oké, akkor a limetta is megvan. A következő lesz a tűkiszkék. Persze, hogy belement a fehérben, nem baj, pont így akartam. Igen, ne fölötte bontsátok ki a jáj festéket. Türkiszkék lesz a hatos. Nem mondok semmit. De azt csak kiveszem onnan. Gyere ide, te kis te. Gyere, letörlöm. Tök jó, még minden festékem elő van, úgyhogy nincs gond. Jó. Hatos, hetes. És mandarin. Letörlöm. A mandarin az nekem most csak ilyen 20 millisbe van, de hát ez teljesen lényegtelen. És mandarin lesz a... Van még szívecsetem, nem gond. Az 5-ös és a 16-os. 5-ös. Nem volt itthon ennyiféle szívecsetem, úgyhogy kicsit muszáj megoldani. 5-ös, és mit mondtam még? A 16-os. Jó. Szuper. És ezt is itt hagyom. És akkor ma kimaradt még a menta. Menta lesz a 4-es és a 12-es. 4-es. Nyilván, ha magamnak alkotok, akkor nem használok el egyszerre 5 darab szivacsecsetet, de ez most itt sokkal hatékonyabb, mint hogyha meg itt állnánk addig, míg én mosogatom a szivacsecseteket. Jó, tehát ez így, nem kell ám ennyi szivacsecsetet felhasználni hozzá. Oké, akkor most zörgök egy kicsit a hajszárítóval, és aztán átmegyek rajta még egy soron. Széknyikorgás is belehallatszik. Zsuzsa kérdezi, hogy ezek akril festékek-e? Igen. Akril festékek, sima matt akril festékek, jó? Oké, annyira meghúztak, hogy át tudom festeni őket még egy soron, de ti többet várjatok azért a száradással, jó? Tehát ez nem baj sose, hogyha át van száradva. Titánfehér. Kicsit sok rajta a festék. Oké, aztán... Szuper, igen, és az akrilfestékre, Zsuzsának mondom, az akrilfestékre, hogy azt is mondtam itt a lányoknak közben, hogy nyugodtan lehet használni krétafestéket is, tehát most ezeket vettem elő, ezeket a festékeket, de az előző, a legelső ilyen típusú albumomat, azt nyilván a dekorkrétafestékekkel készítettem el. Jó, szivacsizsit a vízbe. Kicsit ki is nyomom belőle. Oké.
Aztán Limetta volt a következő. Jó, azért két soron szemmel láthatóan jobban fed a dekorgumin. Jó, hozzáteszem, tehát ez a dekorgumi miatt van. Nem volt több, ugye? Oké, akkor a limetta is kész. Ez is megy a vízbe. Türkiszkék lesz a következő. Ő az. Jó, nem kell, hogy a túl sok festék legyen a szivacsecseten. Oké, türkiszkék is megvolt. Aztán mandarin lesz, kövi. Mandarin. Tényleg azt szerettem volna még elmondani, ez ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy az alapötlet, ezt azért hangsúlyoznám, nem az enyém, csak a megvalósítást találtam ki. Én a Pinteresten találtam egy klassz inspirációt, egy ilyen Notes albumot, ami így volt összerakva az eleje ilyen kis mozaikokból. És akkor kezdtem tervezgetni, hogy hogyan lehetne valami hasonlót megvalósítani. Oké, a mandarin is kész. Szóval ezt azért így leszögezném, jó? Még mielőtt itt szólni a ház elejét. Ami jogos volna. Jó, meg ez. Na most, ha végigmentünk ezen, majd ezek itt még hagyjuk őket egy kicsit száradni, akkor látjátok, hogy kimaradt három elem, ami tök jó, mert hogy a rozsdának, másik irány, rozsdának pontosan ez a három elem kell, viszont a rozsdának más lesz a festése, ezt egy kicsit arrébb húzom, mert elvileg még itt jó kaszink, káoszt eltolom emelre, és a rozsda színeket fogom kitenni. Ja, meg még ez is kell nekünk majd, ugye? Ezen is fogunk mókolni. És kinyomjuk a rozsda hatás festék szetnek a színeit. Ezek ugye van egy földbarna, az tartozik bele, van egy vaszemvörösbarna, igen, bingo. Én a vörösbarnából szoktam a legtöbbet, mert hogy nekem az a rozsdának a fő színe, attól igazán rozsda a rozsda. Aztán van egy, azt hiszem, van agyag, vörös agyag, így van. És van az okker. Okker. Jó, ezeket nyilván, ezeket külön is meg lehet venni, ezeket a festékszíneket, én szeretem, hogy ez így egybe van. Meg a rozsda hatás festékszetnek a része, ezt már biztos több élő videóban is láttatok, ez a közepes 3D por. És ezt teszem még hozzá. Nem keverem bele feltétlen a festékbe, de ide szórom mellé közvetlenül. Aztán van erre nekem egy csak annyit jelent, hogy ezzel szoktam a rozsda hatást én mindig, mert hogy a 3D por, az kis genyó, a 3D portól így szét tud állni az ecsetnek a feje, és hogyha ezt nincs rendesen kipucolva belőle, ebből nincs, akkor ilyen lesz. Viszont utána én mindig ezt az ecsetet használom rozsdásításra, és ez szerintem nagyon-nagyon jó erre a célra, hogy így szana szétáll. Oké. A rozsdánál mindig úgy szoktam csinálni, hogy mindig ezzel a vörös színvel kezdem. De hát ez is, figyeljetek, mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. És elkezdem ezzel a vörös színnel ütögetni.
Nem keverek hozzá túl sok port, hogy ne nyomjam el azért a stencilezett mintámat, és akkor szépen apránként még a felületen keverek bele a többi színből is. Adja fontos, szerintem, hogy ne legyen a felület nagyon foltos. Tehát az nem szerencsés, hogyha ott van egy folt, és akkor kész. Bár van olyan, amikor ez jól néz ki, de addig ütögetem, amíg ezt a színt bele nem mosom a többi közé. És ezzel tudod szabályozni a sötétségét, a világosságát. A legkevesebbet egyébként én ebből a földbarnából fogok mosni, csak a szélén. Nem látok új hozzászólást. Kérdés, hogy azért-e, mert nem jó valami, vagy mert nem volt új hozzászólás, de kiderül. Utoljára azt látom, hogy valaki válaszolt Ildikónak. Reméljük, hogy ez így jó is. Oké, és hogyha valami nem tetszik, nem jók a színek, akkor egyszerűen fogod és átfested. Tehát ez abszolút nem vállal az ember rizikót, szerintem. Következő, itt van alul. Figyelünk nagyon. Jó, oké. Köszi, ez megnyugtat, hogy akkor nincs gond. Szuper, nagyon jó. Jó, szóval szerintem ennél rozsdánál ennyi a fő, számomra legalábbis a lényeges, hogy ne legyen foltos, nagyon. Tehát ne legyenek, pontosabban foltos legyen, de ne legyen nagyon határozott folt, nem tudom ezt másképp. Mondani, én mindig a vöröses színnel kezdem, és abba mosom bele a többit, de ez is kihogy. Kinek hogy jó? Van itt még egy. Alul. De úgy látom a képen, hogy ez is jól látszik. Teszek még hozzá egy kis port. Jó, aki nem szereti ezt a rusztikus hatást, az el is hagyhatja egyébként a port, de én bírom. Mindent bírok, ami rusztik. Ami rusztikus. Oké. Ezt berosdásítjuk, ezt is. Esetleg szóba jöhet ebben az esetben a rozsdahatás effekt? Kovács Viktori, mármint a valódi rozsdára gondolsz? Tehát az igazi rozsdára, amikor használunk egy port, és reagensekkel leöntjük, erre a rozsdára gondolsz? Egyébként, ha igen, én azt gondolom, hogy szóba jöhet, mert nekem úgy rémlik, hogy régebben én dekorgumira már használtam egyszer, és nem volt gondja vele a dekorguminak, viszont azt tudni kell, hogy igen, jó. Azt tudni kell, hogy a valódi rozsdánál a maga a felület, hogy ami képződik rajta, az nagyon kemény lesz. És hogyha a dekorgumit meghajlítod, véletlen vagy akárhogy is, akkor az ott eltörhet. Az a szép felület, ami kialakul rajta. De simán dolgozhatsz kartonpapírra, mint amilyen vastag, ez a vastagabb kartonpapír, és akkor, hogyha az rendesen le van festve, és úgy használod rajta a rozsdát, a valódi rozsdát, akkor nincsen gond, mert nem áztatja föl a papírt, óvatosan kell bánni a reagensekkel, és ez nem hajlik meg, tehát nem fog rajta a rozsda eltörni. Úgyhogy nyugodtan lehet használni, persze. Közben úgy korog a gyomrom, hogy ez valami botrány. Nem magam ilyesnek. Na, jó, oké, ezt nem... Én ezzel el tudok bíbelődni nagyon-nagyon sok-sok-sok-sok időt, de nem fogok. Vízbe megy az ecset. De hülyebb. Ó, bocsánat. Igen, ügyes vagyok, semmi gond, ezt félreteszem picit. Hát ez kimaradt. Nem számít, megtöröljük az ecsetet, és... újra töltés. Nagyon szívesen. Köszönöm, köszi Ildi. Köszi. Igen, tehát egyedül vagyok, és már ilyenekre nem jut időm, hogy linkeljek. Igen, tökéletes. Köszönöm szépen. Kell még kis rosta.
haladunk idővel. Igen, aztán most mondom, hogy nem fogunk végezni 8-ra, tehát ez esélytelen. Nem, hogy pont így akartam, de igen. Tudtam, sejtettem, hogy ez lesz, hiába készültem elő, de remélem nem bánjátok. A 3D por nem nyomja el a stencilt. Mutatom, Eszter, hogy... Amelyik ezt felállok, és megpróbálom úgy mutatni, nézd csak. Nem. Tehát nyilván, hogy mondjam, szabályozni kell a mennyiségét, tehát óvatosabban kell talán vele bánni, de nem. Nem nyomja el. És nem beszélve arról, hogy utána ugye viaszpasztával még majd itt ügyködünk rajta, és akkor szépen vissza lehet hozni, hogyha véletlen valami történne. De nem. Szerintem nem. Vagy legalábbis nem vállalhatatlan módon. Jó, még egy-két szegecset megcsinálok, és kész. Ó, igen, a szegesnél még azt akartam mutatni, hogy lehet olyat csinálni, amit én nagyon szeretek, hogy ez ilyen festőkéssel fogod a szegecset, és meghúzod. És egy kicsit nem vágod el, még jobb, hogyha előtte föl van melegítve egy picit a dekorgumi, és akkor nézzétek meg, milyen klassz csavart lehet csinálni dekorgumiból, remélem. Látszik. Nem tudom. De tök jó csavar, tehát megtartja a dekorgumi a bevágást. És akkor úgy néz ki tényleg, mint egy csavar, és ezt ugyanúgy le lehet rozsdásítani. Na, szuper, ennek most nem is csinálom tovább, nem is lett szép, de na jó, még egy picit. Máporom se nagyon maradt. De most ezt így ennyi. Ebből már láttátok, hogy mit akarok csinálni. Szuper, akkor megvan. Nagyon jó. Most jön az, hogy nekem ezt muszáj leszek készre szárítani. Igen. Nem, ez most egy időt fog lenni. Ezt a csavart sablonnal készíted? Nem. Mutattam a videóban, majd vissza tudod nézni. Sima irodai lyukasztóval készítem. Jó? Hát nem. És ugyanúgy a dekorgumiból. Ezt egy kicsit félreteszem. És muszáj vagyok ezeket megszárítani. Csak nem így, hanem így. Bocsánat. Manyi írja, hogy lemaradt az elejéről, nincsen semmi gond, úgy tervezem, és ha a wifi is úgy akarja, akkor visszanézhető lesz a videó. Videó? Úristen. Jó, akkor most jön a videó. Egészségetekre. Szóval a videó lesz visszanézhető. Jó. Leginkább a fehéret akartam megszárítani, és pont ez nem száradt meg egyébként. Leginkább, de nem számít, mert
Erre dekupázsolni fogunk. Ide készítettem egy rizspapírt. Ez egy Stamperia rizspapír, mondom nektek a számát. DFS 387. Egyébként ez egy nagyon nagy kedvencem volt, ez a rizspapír. És ennek a színeihez igazgattam egyébként nagyjából az albumnak a, vagy hát a kis elemeknek a színeit. És ebből fogjuk kivágni. Ugye azok lesznek dekupázsolva, amik fehéren maradtak. Ezen az albumon is mutatom. Ugye ez ő és ő. Megpróbálok valami hasonlót keresni majd. Hasonló felületet. Azt mondja, hogy ezen a kettesen egy ilyen bordó rész van. Az a töki lesz. Sőt, találtam egy még jobbat. Jó, azt most csak nagyjából kivágom. Ez lesz mondjuk ide. Aztán volt valahol. Legyen ilyen. És te honnan jöttél? Köszi. Legyen itt egy ilyen rózsás. A Márta írja közben, deklassz a felület, amin a festék volt, nem láttam még ilyet. Melyik felületre gondolsz? Mert ezt most így segítsetek. Aztán... Ez is így szép. Legyen ez. Vagy ez. Ó, legyen. Sok szép, túl sok szép felülete van ennek a rizspapírnak. És nem szoktam ilyen vadul válni bele, higgyétek el. Nem baj, mert úgyis... És akkor mi ide nézünk valamit. Ez jó lesz. De ide rosszik. Itt ugyanúgy van egy néni szem, úgyhogy ezt fogom választani. Oké, ez... Semmi más nem lesz, mint teljesen sima, egyszerű dekupázs. Semmi más. Ehhez pedig matt dekupázsragasztót fogok használni. Meg egy ecsetet, ami az a lényeg az ecsetnél, hogy lágy legyen a szőre. Bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy a rizspapírnál igazából majdnem teljesen mindegy, mert annyira jók a rizspapírok, hogy ez nem szakítaná szét szerintem még az se, ha sört ecsette dekupázsolnám felre, de a általános szabály szerintem a dekupázsnál, hogy csináljuk, megkenem a rizspapír alját is, ráteszem, nem kell, hogy tökéletes legyen, belülről kifele rásimogatom. Hát ilyet már mindenki csinált, ez nem. Rendezkedek egy kicsit. Oké. Azt mondja, hogy amin a rozsda volt. Aha. Jó, tudom. Csak leesett egy... Oké, jó. Igen, én is nagyon szeretem. Ez akkor ezek szerint erre gondoltál. Erre, ha minden igaz. Ezek ilyen szilikon bevonatú, eldobható festékpaletta, vagy nem tudom, hogy minek hívják, mi a hivatalos neve, de így ismerem nagyjából. Kicsit itt nagyon szeretek rajta keverni festéket is. Oké, milyen megveszek. Jó, ezek olyan kicsi felületek, hogy nem igényel igazából semmiféle precizitást ez a dekupás. Az se baj, ha mint én csináltam, vágni a rizspapírt.
Okay. Néni szeme, néni szeme. Jó. Jó, nem kell túl sok dekupázsragasztó se, de azért szeretem, ha megfogja. Rajta van. Nagyon jó. A csepp megy a vízbe. Kupak visszatolom. Andi mosolygok, mindig mondja, hogy mennyire rendetlen én, meg mennyire rendes vagyok. Hát, ha most megmutatnám, mi van a hátam mögött, így töltözés után, nem mutatom meg. Oké. Okay. Szóval feldekupázsoltuk a cuccot. Most innen kettő irányba lehet tovább menni. Az egyik irány, amit én fogok használni, az a bélyegzés, ugyanis mindenféle mintákat készítünk az előre megfestett felületre, mint ezen az albumon is van. Jó, én itt ennél bélyegzőt használtam. Nagyon kerestem az első albumot, amit készítettem, de az igazság, hogy rengeteg doboz van még kibontatlan, és nem találtam meg. Ugyanis az elsőt azt úgy csináltam, hogy transferáltam. Jó, most már nagyon könnyű, amúgy is könnyű volt, de most már aztán végképp könnyű transferálni. Én ezt a transfer oldatot használtam hozzá, tehát transferálni is lehetne. Hoppá, minden borul. Vagy pedig, ha megtalálom, megmutatom, ha nem, akkor így marad, mert még az sincs kidobó. De megvan, megvan, megvan. Vagy pedig a transfer tollat. Jó, tehát akár transferálni is lehetne, annyit ne felejtsünk el mindig, hogy a transferáláshoz ugye lézernyomtatott papírra van szükség, tehát nem jó a tintasugaras, nekem meg itt csak az van most, és hogy mindig tükrözve kell a mintát kinyomtatni, mert ugye úgy fog majd rákerülni a felületére, de most mi bélyegezni fogunk. Igazából nincs erre szabály, bocsánat, közben iszok egy kortot. Igen, Szűcs Gabi, irodai lyukasztóval készült a csavarfej. Egy ilyennel is csak. Sima, natúr. Nem mondom meg, hol vettem Lajos Mizsén. A papírboltba. Jó. Tehát azt mondtam, hogy bélyegezni fogunk. Előveszem a halom bélyegzőmet. Amit én nagyon szeretek, és több is van, de azok a textúra bélyegzők. Ez stampériás. Mind a kettő. Ez egy fa erezetet imitáló bélyegző, ezt Vasilis is nagyon szereti, sokat szokta használni. Meg igazából ezeket repeszteni is lehetne. Az elsőnél repesztettem is, de az idő lerövidítése véget. Most csak úgy csinálunk, mintha repesztenénk, de nem fogunk valójában repeszteni. Készítek ide pár bélyegzőt, aztán van ez a bélyegző, ami még nagy kedvencem. Ez is stampériás. Azt már a Scrapbook Suliban is elmondtam, hogy számomra ezek a legjobb bélyegzők. Szóval ezek a legjobb bélyegzők, mert ezek textúra bélyegzők, és ezerféle módon fel lehet használni. Látjátok a bélyegzőnek a koszolódásából, hogy leginkább az újságos részt szoktam használni, ahol a betűk meg a feliratok is. Ezt fogom, és szerintem ennyi elég is, nem visszük ezt túlzásba. Még ezt meglátjuk. Oké. A bélyegző párna már sokkal fontosabb. Én a Stazon bélyegző párnát preferálom a legjobban. Ez a fekete feketéje. Mert hogy ezt a Scrapbook Suliban szintén elmondtam, ez egy oldószer bázisú tintapárna. Ami azt jelenti, hogy ha én erre most bélyegzek, és aztán még ennek a tetejét festegetem, meg lakkozom, meg nem tudom, hogy mit csinálok vele, akkor nem fogja elkenni. Ha neked csak olyan tintapárnád van, ami vizes, akkor az nem biztos, hogy jó, vagy ha jó is, akkor az szinte utolsó lépés legyen, mert annak a tetejére már nem dolgozhatsz, mert a vizes bázisú tintapárnát a vizes alapanyagok el fogják kenni. Jó? Tehát ez egy viszonylag fontos dolog. Most annyit még csinálok, hogy gyorsan a dekupázs állítom ezeket, még egy körön.
Mondjuk, hogy megszáradt, valójában nem, de mondjuk. És akkor most a felesleges részeket, azokat gyorsan lekapom. Hú, nagyon nem száradt meg. Jó, majd még erre rászárítunk, mert ez így... Bár, bírjátok még egyébként? Dekó lakot sem lehet tenni a vizes bázisú pecsétre, ezek szerint, ha jól értem. Igen, jól érted. Sajnos nem. Nem lehet. A vizes bázisú bélyegzőket minden elkeni, ami folyadék. Tehát minden. Úgyhogy sajnos nem. Nem ajánlom. Akkor transferálj. És akkor... Igen, a transferálásnál még azt tartom fontosnak elmondani, hogyha transferálsz, akkor én most ezt nem fogom lakkozni, mivel minden, amivel dolgoztam, vizellóra szárad. De azért, ha transferálnék, akkor azt azért megvédeném biztos egy matt lakréteggel a transferálás után. Erre nincsen szükségünk. Érdemes beszerezni különben egy ilyen Stazen tintapárnát, nem mondom őszintén, én amikor javában scrapbookoztam, tehát a fényi koromban, akkor is egy, szinte ezt az egyet használtam végig. Tehát hiába volt itthon jobbnál jobb tintapárnám, vagy ez volt, vagy a distressing, tehát nem nagyon használtam mást. Oké. Lesek majd itt a Tehát akkor bélyegzünk. A bélyegzésnél nincsen semmi nem ártana, hogy hozzá egy akriltömb, azt még gyorsan megnézem, hogy megtalálom-e, ha nem, akkor így marad. Megvan. Szóval akriltömb. Egyenletesen tudjak nyomást kifejteni majd, hogyha ezt a bélyegzőt használom. Ja? Ó, Rozi. Jó. Ugye bélyegzőkből ez is elhangzott a scrapbook sorokban, többfajta létezik. Ez egy cling bélyegző, ami azt jelenti, hogy van egy gumiréteg, ami maga a bélyegző, meg van egy szivacs, ez pedig egy akril bélyegző. Nem is biztos, hogy fogom használni, azt majd meglátjuk. Jó? Először is ezt be... tintázom, nekem most csak ez a része kell, úgyhogy csak ezt. Jó, ha nem sikerül, akkor nem sikerül. Igazából ezeknél nincsen jelentősége. Ha átmegy a másikra, az se egy hatalmas probléma. Minél többször nyomod le a bélyegzőt, annál inkább veszít ugye az erejéből ez a fekete. Jó, és akkor így szépen, abszolút random módon lehet bélyegezni még egyet. Tudtam, hogy valami nem stimmel. Ez még imádatom tárgya, ez a bélyegző. Ez is egy stamperiás bélyegző. Akartam mondani nektek számot. Ha megtalálom, elárulom. És ebből is én itt. Jó, ezt is fel lehet egyébként rakni erre. És akkor nekem itt a szemekövényék kell mondjuk. Nem számít, szuper. Van rajta felirat. Amit dekupázsoltunk, arra is nyugodtan lehet bélyegezni, ez tényleg mindenre is lehet. Legyen a másik néni. Ennek is itt, ezt imádom, ezt a részét, ennek a bélyegzőnek, azt használom a legtöbbet.
Nem számít, erre mit tettem? Nem tudom, most ezt teszem. Jó, tehát így. Random. Végig bélyegezzük ezt a... Nagyon fontos, hogy a, ezt a fajta ezt a fajta tintát, ezt nem lehet akármivel kimosni ebből, a, mert ugye oldószeres, azt mondtam, és ez kimondottan van ez a tisztítója, ez a Stays and Cleaner, jó? Ezt ezzel érdemes tisztítani. Oké, és akkor még most aztán már tényleg káosz is anarchia van az asztalomon. És nem is látjátok az egészet. Ah, repesztettem. Milyen jól sikerült a repesztés. Jó, látjátok, minél többször nyomom le, vagy teszem le a bélyegzőt, annál halványabb lesz utána a minta. Még legyen egy ilyen is, kész. Befejeztük. Jó, viszlát, kész, nem szarakozunk vele tovább. Szuper, nagyon fontos, hogy a tintapárnát használ, utána mindig tegyétek el, mert ez az oldószer elillan belőle, azt meg nem szeretnénk. Meg egyébként is kupi van. Jó, ezt nem kell szárítani. 3 pillanat alatt megszárad. Most jön az, hogy az a bajom ezekkel, az elemekkel, hogy túlságosan sterilek. Ha megnézitek az összképet, a végeredményét, akkor azért ezen, ez jóval piszkosabb, jóval több színű, tehát a színeket valahogy egybe kell olvasztani, mert így most az van, hogy vannak elkülönülő színek, de az egész de nem képez egy egészet. Ezért fogjuk mindjárt folytatni. Valaki írjon már csak egy szót, hogy minden rendben, itt vagyok, ő is itt van, minden szép, minden jó. Meg vagyunk, látjuk egymást, és hogy még bírjátok. Tehát, hogy még mondhatom? Tehát, tart még a lelkesedés? Oké. Okay. Na, reméljük, hogy így van. Ehhez megint... Ó, de szuperek vagytok, látom a kis izéket. Mi ez? Ezt, lájkokat. Nagyon jó. Ehhez megint ugyanazokat a színeket fogjuk használni, mint amit a cellák festésére használtunk. Kiteszek mindegyikből egy, minden jó, de nagyon szuper. Kiteszek minden színből egy picit. Ó, nem együtt, annyi nem kell. Túltoltam. Béláim, túltoltuk. Akkor egy kis. Egy kis ez, egy kis az. Figyelünk. Jó, az jó, oké. Okay. Kónos én is. Szuper. Örülök. Ezt is elmossuk. Persze, köszi, pont így akartam. Hogy te ide így fittyenj le. Nagyon jó. Meg vagyunk, és még mielőtt ebbe a ruhámba, ami hazajöttem a munkába, és nem öltöztem át, még mielőtt belefeküdnék, felnyalom. Rendben. Oké, okay, kitettük ide a kis színecskéinket, és nincs másra szükség, mint az ujjunkra. Ezzel fogunk színezni. Mégpedig a következő képen felveszünk egy kicsit, de tényleg nem kell sok, csak egy kis pici az ujjunkra. Fogom is, és elkezdem megszínezni. Mondjuk egy papírtörlő, vagy még jobb lenne egy popsi törlő, ha lenne a kezembe. Kitartó, de jó, jól van. Oké, okay. Ha sok, akkor amíg meg nem szárad, ami egyébként pillanatok kérdése, még tudtok belőle visszatörölni, jó? Tehát így, és akkor ezzel még itt el lehet bűvészkedni kicsit. Ettől lesz egy kicsit olyan
nem olyan nagyon világítósak ezek az elemek. Rámehetsz az előzőre. Jó, tehát ezt lehet kombinálni. Mire teszed a festékeket? Ó, igen, mutattam az előbb, de megmutatom. Ez egy ilyen... nem tudom ennek mi a neve. Ilyen egyszer használatos paletta. Tulajdonképpen ilyen szilikonos, vagy műanyag bevonatú papír. De nem egyszer szoktam használni, hanem számtalanszor, mert popsitörlővel le lehet törölni, és akkor utána sokszor használható. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. Borzasztóan, tényleg. Limetta. Ezzel is bűvészkedjünk kicsit. Azt is megcsinálhatod, hogy bélyegezni, ezt én bemosásos technikának hívom, hogy ezután a bemosás után bélyegzel, de én kimondottan szeretem, hogy a bélyegzésen egy picit még tompít ez a fajta technika. És már is kezdi a három színt, például itt ezt a hármast, ugye összehozni. Eddig volt három különálló színem, most ezzel a bemosásos technikával egy kicsit közelebb kerültek ezek a dolgok egymáshoz. Legalábbis szerintem. Köszönöm, csak az előbb lefagyott az egész. Figyelj, ez előfordul. Nagyon szívesen, tényleg kérdezzetek nyugodtan. Én jobban is nagyon örülök a kérdéseknek, mert egyrészt látom, hogy van itt valaki. Másrészt meg, hát abból tanul az ember, vagy abból okosodik. Nem, az nem jó szó, hogy okosodik. Igen, elmondom még egyszer, jó? Maradjunk annyiban, nagyon szívesen. Szóval így végigmegyek ezeken a kis elemkéken. Mi maradt még ki? Kéne. Közben kis család odalent reggel, vagy odalent vacsizik. Reméljük, hogy galériás a dolgozószobám is. Reméljük, azért nem hallatszik fel nagyon majd. Jó, még erre. Melyik maradt ki? Jó, attól függően, hogy mennyire szeretnétek, hogy sötét legyen az egész munka, én mindig azt javaslom, hogy a sötét színekkel azért óvatosan kell bánni. Tehát láttatok, hogy abból használok jóformán a legkevesebbet. A sötét verzióból. És a sötét elemeken pedig inkább még próbálok kicsit világosítani. Azt is szeretem, amikor már ilyen rongy, tehát ilyen, mert amikor törlöm, akkor még más színek is kerülnek rá. Jó, mi maradt még le? Hát nagyjából egyébként ennyi nem. Hopp, kicsit túltoltam. Jó, arra mindig azt bele kell kalkulálni, hogy a széle, ugye nagyon a szélét, tehát éppen csak az élét nem érdemes, mert még ott... majd mindjárt rozsdásítjuk. Ez maradt ki, szándékosan hagytam utoljára, mert ebben egy kicsit drasztikusabb leszek. Így befogom, és bele dörzsölöm, és utána a tejéről meg egyszerűen csak letörlöm. Tehát itt több, nagyobb mennyiséget hagyok az ujjamon, hogy a stencilezés közé is bemásszom. És akkor így lesz ilyen kis koszos. Oké, egy icipicit meg púceválom a kezemet. Nem, már most minden van rajta. Van-e eddig ezzel kapcsolatban bármi kérdésetek, akármi? Készen egy korcsot is.
Köszönöm szépen a szívecskét, nem tudom ki volt, de nagyon hálás vagyok érte. Tehát így állunk most. Hogyha most valaki transferált volna, akkor most kérném meg arra, hogy lakkozza le, hogy meg legyen védve ugye a transferás, vagy mondjuk bélyegzés előtt is le lehetne. De nekünk erre nincsen szükségünk most. Igazából elkezdhetjük a szélét megbuharálni, de ezért átgondolom a dolgot. Igen, ezzel fogjuk folytatni. Ezekre már nem... Köszi, nem nagyon van szükségünk. Minden érthető, talán ezért... Jó, szuper. Csak fekete dekorgumit jó használni, György kérdezi? Nem, határozottan nem. Mivel majd most meglátod, a szélét eltüntetjük, ezért teljesen mindegy, hogy milyen színt használtok. A széléhez szintén a rozsdahatás festékszetnek a két színét fogom használni. Ez a vörös-barna az egyik, és a földbarna lesz a másik. Szuper! Aztán visszaveszem ezt a spéci ecsetemet. De lehetne szivacsecsettel is, akármivel. Na, ehhez viszont most nem teszek port. Lehetne egyébként. Csak kicsit csendben mert már most itt próbálok suttogni is, de szóljatok rám, és akkor beszélek hangosabban. Most akkor megcsináljuk a szélét. Ez pedig semmi más. Én általában a földbarnát használom, fogom és így elkezdem oldalról ütögetni. Néha egy kicsit szándékosan bentebb lehet menni. És itt, ha ez most fehér dekorgumi lenne, akkor is eltűnne a szél. Abszolút nem számít most, hogy a dekorgumi milyen színű. Néha keverek bele egy kis rozsdabarnát, de abból már nem sokat. Így. Következő, és sajnos bizony végig kell menni az összes elemen. Az maradhat, mindegy, mondjuk a sötétebb. Ehhez csak a földbarnát használom. Jó, tehát látjátok, hogy elég koszosan kenem, tehát nem ügyelek arra, hogy akkor most csak a szélét, és itt végig óvatosan, nem, hogy szóljon. Ez nem baj, hogyha koszosabb lesz, vagy koszosodik a széle, abszolút jól áll ennek. Legalábbis szerintem. Oké. Okay. Ez a bemosásos dolog, ezt látjátok, nem is szállítottam, ez nagyon-nagyon gyorsan megszárad. Tehát ugye a hajszál vékony rétegbe kerül fel rá az akrilfesték, és ez miatt ez sicsúgy pikpak megszárad. Ó, igen, még az jutott eszembe, hogy mondtam nektek, hogy az elején, hogy krétafestéket is lehetne használni hozzá. Ha viszont krétafestékkel dolgoztok, akkor mindenképpen javaslom a lakkozást, jó? Tehát az akkor nem baj, ha nem marad el. És ilyenkor szokott kérdés lenni, hogy és viaszolhatom-e? Persze, de lakkozz le előtte. Azért a fiasz, az a bútornál is úgy működik, legalábbis az én véleményem szerint, hogy azt vagy bizonyos időnként megismétled, vagy nem vagy olyan tárgyaknál szoktam, amiket nem nincsenek olyan nagy igénybevételnek kitéve. De hogyha ez egy napló is, te használod is, akkor bizony érdemes, beleteszi az ember a táskájába, vagy összetolódik, stb. És azért a lak ilyen szempontból sokkal jobban véd, én úgy gondolom, ez az én egyéni véleményem, mint a viasz. Egyébként majd erre is használunk egy kis viaszt. Oké. Okay. Hát ez azért sok.
Oké. Ó, de sok elem van, Istenem. Már amikor kivágtam, és az elsőt megcsináltam, eszembe jutott, hogy lehet, hogy fele ennyivel is elég lenne. De persze nem. Ebből, aki visszanézze, annak már azért lesz, mert tekerheti. De lehet, hogy nem is csináljuk végig az egészet. Csináljuk végig? Hogy legyen? Ti mondjátok meg. Jó hangja van a székennek. Jó, szerintem nem nagyon csinálom ezt most sokkal tovább. Jó, igazából most az van, hogy ezt gyorsan megszállítom, mert ez csináljam végig. Igen? Ti mondjátok, oké, akkor megcsinálom. Már több mint a fele megvan. Simán úgy legyen, ahogy ti szeretnétek. Oké, ha még bírjátok, akkor végigcsináljuk. Örülné, ha végigláthatnám. Oké, hát akkor végigcsinálom, csajok. Ennyit csak szólnatok kell. Egy szavatóba kerül. És végigcsináljuk. Oké, okay, Marika is azt mondja, csináljuk, hogy jó van. Akkor végig csináljuk. Tényleg nem, nincs már olyan sok. Aztán majd még megmutatom, hogy mit szoktam még vele bűvészkedni. Amikor legalább egyébként most a dekorgumiról még eszembe jutott, akkor fehér dekorgumin csináltam. Ott csak annyi, hogy tényleg arra kell filénél ezt csinálod, mint én most. Jusson a festékből, hogy rendesen elfedje a szélét, de egyébként ennyi. Oké. Jó, azt mondtam, hogy nyugodtan tehetnénk hozzá port is, ha akarnánk, de nekem itt a szélénél nincs jelentősége. Másrészt meg, hogyha így ütögetem, ugye alá is megy egy kis festék, és hogyha alá megy ott a por, akkor utána meg majd eltartja az albumunktól, az meg talán nem annyira szerencsés. Gyere le róla! Jep. Már nem sok van. Közben kérdezzetek, és akkor mondok valamit. Jó, és akkor az utolsó. Csak nem bírja ki kell még egy kis feldbarna. Szuper, meg vagyunk. Akkor jön megint egy kis szárítás, ezt nem ússzuk meg.
hiányzik nekem még erről. Bocsánat, aztán mindjárt befejezem. Nem. Ez egy kis földbarna volt, földbarna festék, picit felvizeztem, és nekem valahogy a szélén még hiányzott. Hát még ha lenne nálam popsi törlőkem, de amivel nem tudom mitatni. Jó, sokkal jobb. Na, és itt jön el az a pont, ahol én már felszoktam ragasztani az albumunkra, amit hova tettem. Úristen, gyerekek, megvan. Oké. Itt van az albumunk, így áll. És akkor most megpróbálom az elemeket rápakolgatni. Reméljük, hogy a kirakó jó lesz. Azt hiszem, eddig jó vagyok. Ez ide. És ide, csak ez fordítva. Nem, mintha volna jelentősége. Ez ide. Ez ide. Ez ide. Alulra. Jól gondolom, hogy ez így van, nem? Szerintem nem. Ez itt van a 0, és ez van itt. Így. Nagyon jó. Vagy ha nem, akkor valami ilyesmi. Igazából két dologgal szoktam legtöbbször ragasztani, vagy kétfajta ragasztóval. Az egyik ez az Express ragasztó, a másik pedig a Heavy Body Gel. Most a Heavy Body Gel-t fogom használni. Az kell nekem egy festőké. Azért, hogy holnap még emberek közé tudjak menni. És igazából, igen, a felragasztásnál az a lényeg, vagy legalábbis számomra, én ezt szoktam csinálni, hogy felragasztom mindig az első sarokelemet, és elmegyek talán a jobbra is, meg lefelé is. Először megpróbálom beállítani, meglássuk, hogy mennyi helyet kell hagynom. Jó, hát nagyjából. És utána szépen megvajazom a hátulját. Engem nem szokott zavarni, hogyha ki budjan utána a ragasztó mögüle, mert át lehet szóra szárad úgy is. Ez mondjuk fényesre, de akit zavarna, az kenje le matt. Kenjen ragassza föl a matt heavy body géllel. Azt tudtam csinálni utána, és ott leveszem. Hogy jaj, fogom, beállítom nagyjából jóra, mert azért, ami nagyon túlment, ezt le lehet törölni, vagy ahol nem tapad eléggé, és utána hajszárítóval, lenyomom az ujjammal, és a hajszárítóval szépen meghúzatom. Közben néha ellenőrzöm, hogy egyenesen maradt-e. És persze nem teszem ilyen közel sose a többi elemet, de ez most így sikerült. Jó, ez már meghúzott annyira, hogy a következőt fel lehet rakni, ami most már bekavarodtam, így áll. Bepuskázzuk. Oké. Tehát a két kicsi a következő, akkor azt felragasztjuk express ragasztóval, megnézzük azzal, milyen, mit szóltok. Mindegy, nem mondok semmit. Ezt meg így szoktam, hogy felviszem, felkenem, és akkor utána az ujjammal így szét boherászom. És egyébként ragasztom fel, hogy felteszem, utána lefogom, és akkor a hajszárítóval meghúzatom, és akkor pont annyira oda húz a ragasztó, hogy jó legyen.
hogy lehessen tovább menni gyorsan. Yep. Ez a legrosszabb része egyébként az egésznek, szerintem. Jó, haladjunk. Következő szám. Jó, hát most nem állok meg, hanem dobom föl tovább. Arra nagyon figyeljetek, hogy mindenképpen vizes bázisú ragasztót használjátok a felragasztáshoz, jó? Tehát ne oldószerest, még csak véletlen se, mert a dekorgumi nem fog örülni neki. A pentának mondjuk nincs ilyen, tehát ezzel nem lesz baj. Van-e kérdés? Ohaj, sohaj, kívánság? Tovább. Oké. Mindjárt készen vagyunk, nem? Tényleg felragasztás után csak kettő lépés választ el minket a végétől, úgyhogy ez már sics, hogy pif-puf meg lesz. Főleg, ha nem fújja szét a hosszállító a cuccot. Jó, látjátok, hogy a sok-sok különböző szín, legalábbis a számomra, hogy kezd összeállni, hosszú jön, ugye? Aha. Egy egész szé. Hú, ki fognak engem nyírni, hogy kétféle ragasztót használok. De egyébként ezt higgyetek, hogy nálam alkotás közben amúgy is így van, hogy így itt van az asztalon egy csomó minden, és amit hamarabb fogok meg. Tehát ez nekem az abszolút nem jelent gondot. Annyi, hogy ebben az esetben azért jobb a heavy body gel, mert nekem hamarabb oda cuppantja a felülethez az elemeket. És ezért nekem egy kicsit jobban tetszik. Köszi, Gabi! Már nagyon sietek, hogy... És teljesen szétfúttam itt a történetet, úgyhogy most gyorsan kirakom újra. Kicsit szélfúta lett, tegyem szívét. Jó, az az alsó. Ez meg ide. Vagy valami... Nem. Ide. Oké. Okay. Jó, látjátok, ott azért elmászkálnak ezek, tehát azért én erre több időt és energiát szoktam fektetni. De most ennyi van. Kész. Beosztjuk. Aztán az jutott eszembe, hogy vagy mondhatnátok, hogy mit látnátok tőlem szívesen, hogy most olvastam itt a hozzászólásokat, volt, aki azt mondta, hogy nem lesz már scrapbook. Igazából minden rajtatok áll, én azt gondolom, de szerintem ezt akkor is elmondtam, hogy a scrapbook itt meglehetősen réteg hobbi, elég kicsi réteget érdekel, nem tudom ezt másképp mondani. De ha van rá igény, akkor igazából bármit lehet. Ha meg nem írtok ötleteket, akkor majd én kitalálom, hogy mi legyen. Nem is sehova.
Jól raktam én ezt fel, lányok? Jó. Jó. Zsuzsi írta, hogy szuper, jó lesz, imádom. De jó, nagyon-nagyon-nagyon örülök. Tök jó. Kicsit fél, tudom, hogy elfúzódni, tehát biztos voltam benne, hogy egy óra hosszában még csak véletlen sem fogok beleférni. De az az igazság, hogy túlságosan előkészülni se akartam itt a 100 darabbal, meg nem is tudtam volna egyébként. Úgy voltam vele, hogy remélem kibírjátok. És aztán legfeljebb feladjuk félúton, ha nagyon nem megy. Oké, felragaszgatjuk akkor. Most már tényleg az összes elemet. Aztán a viaszt fogjuk használni, mégpedig az ezüst színű viaszt, ugyanis nekem a rozsdával valahogy az az ezüst szín pászol. És azt viszont általában mindig újjal viszem fel, de most nem újjal fogom, hanem ecsettel, és nekem erre is van ecsetem, mármint úgy értem, hogy tényleg érdemes bizonyos ecsetekhez funkciót rendelni, és ahogyan van rozsdás ecsetem is, vagy rozsdásító ecsetem, úgy ugyanúgy van... Jól raktam? Igen. Ugyanúgy van ecsetem a viaszoláshoz is, meg az antikoláshoz. Mert ugye a viaszokat, ez volt az, azt hiszem, az első, vagy talán a második pentártos videóm, azt ugye nem tesszük vízbe, a viaszos ecsetet, még csak véletlen se, hanem akkor is azt mondtam nektek, hogy esetleg forró vizes tiffel, vagy hát ugye a viasznak az oldószere pentin lenne, azzal lehet ecsetből kimosni. Nekem nagyon jól bevált a forró vizes ciffes hókamóka. De ha van egy ecseted, ami viaszos, akkor sokszor elég, vagy legalábbis nekem elég szokott lenni kitörölni, akár egy popsitörlőbe is belőle a viasztom, az jó vastag lett. Oké, és a néni szeme ide. Persze, hogy nem lett törpéletes, de kapkodásból ennyi telik. Oké. Most ezt nem szárítom, majd igyekszem nem elmozgatni a részeket. Víz. Szuper. Szóval, itt állunk jelen pillanatban, majdnem kész vagyunk, ami még... Jaj, és majdnem elfelejtettem. Még egy pillanatra ezt vissza a titánfehér akrilfestéket. Fülbevalót láttam a blogon esetleg, vagy valami más ékszer szívesen látnánk tőled. Oké, ezt átgondolom. Köszönöm. Meg kösz, hogy nézted a blogomat. Ez tök jó. Stencil. Ide készítettem, és ha nem fogom megtalálni, akkor sikítani fogok. De megvan. Nagy kedvencem. Jó, ez is stampériás, más volna. És főleg ezt a részét használom. Tehát látjátok, ez itt nem is történt még soha felhasználásra. Ezt a részét szeretem. Mindjárt nézek hozzá egy... Erről most minden leborul. Egy stencil. De nem ennyire gondoltam. Egy stencilező ecsetet. Itt egy IKEA-s forgótálcám. Én ezen tartom az eszközeimet. Szelektálva. És akkor tudom menet közben ugye forgatni. De nem... tehát a videózás miatt minden át lett pakolva, és nem esik a kezemre. Jó, szóval ezzel semmi más dolgom nincs, mint fogom el, ez egy stencilező ecset, nagyon, ez is stampériás, és akkor még néhány helyre így felütögetem ezt a stencilt, ezt a stencil mintát pontosabban. Jó, itt szerintem fontos, hogy ne legyen túl sok festék az ecsetbe, nem is kell. Közben csúszkálnak. Kicsit csáli lesz majd a vége szerintem. Jó,
nem húzom ezzel tovább az időt, láttátok, hogy hogy lehet még ezzel díszíteni. És akkor víz, szuper. Most jön a viasz, amiről beszéltem, kettő dolgot fogok használni, és tényleg végeztünk. Az egyik az az ezüst viasz. Ezzel fogom kiemelni a rozsdám a stencilezést, amit esetleg eltüntettem azzal, hogy ugye port adtam a rozsdához, bár egyébként nem tudom, mennyire látszik a kamera képén, de ezen elég jól látszik. És ha megtalálom az ecsetemet, akkor ezt nagyon-nagyon fogok nekérülni. Ha nem, akkor befogunk egy másikat. És akkor amiről eddig papoltam, az így járt. Oké, jó. Semmi gond. Megoldjuk. Szóval. Veszek fel az ecsetre egy kis ezüstöt, és megpróbálom, csak mondom, nagyon, sajnos nagyon mozognak még ezek, visszahozni ezzel a stencilezésnek a mintáját. Nyilván, ha több port használtam, akkor kevésbé tűnik elő, ha kevesebbet, akkor jobban, de szerintem ez most elég jó. Meg hát ugye én szabályozom a mennyiségét. És hát valami ilyesmit készítünk. Ne menj sehova. Jó, tehát azért rendesen ragasszátok meg, jó? És hú, én nagyon hálás lennék, hogyha ha véletlen valaki arra vetemedne, hogy megcsinálja, nagyon-nagyon boldog lennék, ha megmutatnátok a Pentár Dekor oldalon. Az nagyon, hú, szuper volna. Akkor ez megvan. Nagyon, azt mondja, hogy ismét sok ötletes dolgot tanulhattunk, egy újabb dekorgum is ötlet, köszönjük, de örülök, nagyon-nagyon szívesen örülök, hogyha ha tetszett. Jó, és akkor az utolsó, hát másik nagy kedvencem a Heavy Body Gel után, ez az Umbra Antikoló Pasta, tehát ez nem az, hanem az Antikoló Pasta, és ezzel szoktam még én először is kimozsom vele az ezüstöt az ecsetből. Nem jön le a feje? Nem. És ezt még, ezzel szoktam sarkokat sötétíteni például. Még. Vagy, hogyha a stencilezés ilyenkor bizonyos részeken, akkor ezzel még egy kicsit el lehet kenni. Jó, hát szóval igen, az elkapkodott felragasztás, nem baj. Majd megcsinálom, és akkor majd lefotózom normálisan. Bár igazából a másik oldalán már látjátok, hogy mi lesz ennek a vége. Amit még ugye rá lehet tenni, de most már ezt nem fogom. Azok ugye ezek az előre elkészített kis elemeink, ezeket is ragasztóval feletek. Aztán látjátok, milyen könnyen lejön. Én azért szeretem ezt a meg akkor olyat is lehet csinálni, hogy szegecset tenni bizonyos elemeknek a sarkába, akár négy sarkára is. Így. Ó, hát igen, ez nem jó a nagy köröm. Például, jó? Vagy tehettünk volna, csak készíthettünk volna, amit már mondtam nektek az elején, készíthettünk volna akár címfeliratot is, és akkor azt el lehetne helyezni ide. Aztán, ami ötlet még eszembe jut, szerintem ebbe a millióbe bőven belefér. Most itt belemarkoltam a fiókomba. Lehetne rakni rá, én imádom a fogaskereket, akár mondjuk így fogaskerekeket is, és akkor azzal kitámasztani a feliratot. Szóval egy csomó mindent lehetne még ezen mókolni, de most én mára ennyit gondoltam, majd én még ezt itt azért csak rendbe szedem, mert nem maradjon ilyen kis csúnyácska. Remélem, hogy jó volt, és élveztétek. Én nagyon-nagyon köszönöm a rengeteg támogató kommentet. Iszonyúan hálás vagyok nektek, hogy kibírtatok velem közel 2 óra hosszát. És tényleg nagyon-nagyon elmondhatatlanul hálás vagyok. Nagyon köszönöm. Remélem, tudtam újat mutatni, vagy ötletet adni
a termékek felhasználására, meg hát a dekorgumi, hát imádom a dekorgumit. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, további szép estét nektek, és hát remélem, hogy legközelebb, várjatok, csak remélem, hogy legközelebb találkozunk. Ez az, csak meglettetek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, ezt is kifordítom a képből. Én most megiszom a borocskámat, letusolok, és elteszem magam a hónapra. Sziasztok!